Gépfegyveres rendőrök kísérték ki az illegális bevándorlókat a sokak által csak horgosi migráns tanyaként ismert birtokról. A hatóság emberei drónokat is bevetettek az akció során. Azt egyelőre nem tudni, hogy találtak-e fegyvert az illegális bevándorlóknál. A korábbi akciók során azonban szinte minden alkalommal lőfegyverek, töltények és szúróeszközök is előkerültek. Az elfogott migránsokat autóbuszokkal szállították el. A helyiek örülnek a rendőrség egyre gyakoribb intézkedéseinek. Nagyon jó, hogy elviszik őket, mert itt naponta, mink itt vagyunk ebbe a konyhába, az ablakon mindig lássuk, mennek arra, gyűnnek vissza. Mikor elviszik őket, akkor is még 2-3, még naponta. Egyszerre, meg akkor mennek ugye többen. Úgyhogy itt mindig marad. Akkor azok biztos elbújkálnak valamerre. A rendőrségi akcióknak köszönhetően Szabadkán és környékén is jelentős mértékben csökkent a migránsok száma. Néhányat látok, ahogy mennek, de most már nem, nincs annyi, amennyi azelőtt volt. A szerb rendőrség akciói ellenére azonban a migránsok nem adják fel, a település központját elkerülik, és itt az erdős szakaszokon bujkálnak, nem csak Szabadka, hanem Palics és Horgos környékén is, az éjszaka folyamán pedig innen próbálnak meg átszökni Magyarország területére.